Társalgó. Két óra irodalomkedvelőknek. Szerkesztő műsorvezető Bába Iván. Köszöntöm Schubert Éva színművésznőt mai társalgunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Amikor a mai találkozónkat előkészítettük, akkor beszélgettünk arról, hogy melyek azok az élményei, amelyeket szívesen megosztana a rádióhallgatókkal. Ekkor merült fel először Rakocai Pál neve, akit Schubert Éva a magyar színház történet méltatlanul elfeledett jeles alakjának mondott. Miért oly kedves Rakocai Pál a maga számára? Talán különösen azért kedves a személye számomra, mert elsősorban a szakmámba vág. Azt hiszem, ez magától értetődik. Akkor figyeltem fel igazán az ő személyére, amikor Szentendrén sétálva egy utcácskába botlottam, és láttam a táblán, hogy Rakocai Pál utca. És akárkitől kérdeztem, hogy tudnak-e valamit róla, bizony senki sem tudta. De ez nem is csoda, hogy a járókelők nem tudtak róla semmit. Amikor kritikusok, bizony még a színház történészek is igencsak félre vannak a személye felől tájékozva. Nekem, bevallom őszintén, elég szép színház történeti, színház tudományi gyűjteménye van, kis könyvtáram, meg is van Rakocainak 5-6 műve, de fájt az, hogy olyan kevesen értékelik. Ugyanakkor külföldi esztéták, főleg színháztörténészek személye meglehetősen közismert. Pedig meg kell mondanom, hogy Rakocai, aki 5 vagy 6 esztendővel született csak előbb Stanislavskinál, tulajdonképpen igen hasonló következtetésekre jutott, mint ő, és nagyon-nagyon finom megfogalmazását adja a mindennapi gyakorlatból, szóval sohasem a levegőből kreált teóriákat ad, hanem a mindennapi gyakorlatból szűri le a színészetet, a színészet munkáját, és van egy nagyon fontos követelése, ami húsba vágó ma is. És érdekes, hogy ez már a múlt században is megfogalmazódott. Mármint, hogy az, hogy a színházi kritika hasznosságát, napi hasznosságát és a maradandóságát nem utolsó sorban, az biztosítja, ha érzékletes, lehetségesen pontos eligazítást ad az utókor, és hát természetesen a kortársak számára is, hogy milyen volt az az adott előadás, amit aznap látott. Tehát az előadást írja le, nem az előadás alapjául szolgáló művet, mert az úgyis elvégzi az irodalomkritika, az a dolga. Tehát, hogy milyen volt a színjáték, most azért használom ezt a szót, hogy színjáték, mert Katona Ferenc, kortársunk, aki ugyancsak kitűnő színházi esztéta és egy hasonló címmel egy nagyszerű, szerintem alapkönyvet írt, ő használja ezt a kifejezést, hogy színjáték az, ami aznap este a színészek, a rendező, a díszlettervező, sőt a közönség összmunkája révén, tehát összességében aznap egyszeri előadásra létrejön, mint alkotás. Tehát ez az összmű, ez a színjáték. Ezt a színjátékot nap mint nap volna érdekes leírni. Tehát mimográfiára, nem azt mondom minden nap, de időnként teljesen leírni. Tehát úgynevezett mimográfiára van szükség. Ő már, Rakocai Pál ezt már a múlt században tartotta kívánatosnak. Egyébként hozzá kell tennem, hogy Rakocai tanárember volt, és amikor egy kis örökséghez jutott, akkor színigazgató lett, színész, és igen, jól forgatta a tollat, írt dramaturgiát, aztán a Színészet a művészetek rendszerében című könyvet, Priel Kornéliáról írt könyvet, és főleg a leghíresebb könyve Egressy Gábor és kora, amit mindenkinek a figyelmébe ajánlok, mert tulajdonképpen egy nagyszerű kortörténet, irodalomtörténet is, nagyon sok érdekes ismeretet és hangulatot, tapasztalatot szerezhetünk általa. Azt hiszem, hogy az ilyen típusú színház, színi kritika írásnak a feltétele egy nagyon komoly esztétikai rendszernek a megléte is, nem? Igen, és ő létre is hoz egy ilyen esztétikai rendszert, és éppen ezt mondom, hogy itt van egyrészt a dramaturgiája, itt van ez a könyv. Dramaturgia, egész egyszerűen. És van egy nagyon érdekes könyve, a Színészet a művészetek rendszerében. Hát most itt nincs időt ezt taglalni. De azt hiszem érdemes lenne kicsit részletesebben szólni arról, hogy mik az alapelemei ennek. Hát például a Színészet a művészetek rendszerében, ott, mint ahogy minden művészetnek, mint mondja, alaptörvényt kell elsősorban leszögezni. Ezt az alaptörvényt az ellentétben
találja. Minden művészetben, hogy az alaptörvény az ellentétek ábrázolása, akár képzőművészetben, akár zenét veszik, kontramus, stb. Tehát ő ezt a megkülönböztetés a színészetben a magatartás végleteiben, tehát a magány és a társas lét. Ebben találja meg. Ez hosszú volna erről részletesen beszélni, de ez borzasztóan érdekes, ez az elmélet. De mondom, nem csupán elmélet, mert a műve fő részét az úgynevezett színészi tárgyilagosság képezi. Nem a könyvírás volt ambícióm, írja, hanem a színjátszás. Éppen ezért minden eszmét a gyakorlatból meríti. Tehát pontosan tárgyiasan leírja, hogy hogy kell játszani. Ugyanúgy, ahogy például Stanislavski megtanított minket az úgynevezett pszichofizikai cselekvésekre, és arra, hogyha például én most indulatból ezt a könyvet innen ide teszem, akkor ez egy természetes folyamat. Ha színésznek, ha ez nem jön magától, akkor előbb indulatosan innen ide teszi a könyvet, és a gesztusból jön azután majd az indulat. Ezt nagyon finoman így fogalmazza meg Rakocsai, hogy a színész idegrendszerét az rázza meg, hogy az állapot előálljon, holott a természetben előbb van az állapot, és ez rázkódtatja meg az idegrendszert. Egyébként visszatérve, amit az elején mondtam, bocsássa meg, hogy így szögdécselek, erről a mimográfiáról, tehát arról, hogy pontosan leírni a játékot, ez nagyon fontos volna, mert hát tényleg hogyan tudjuk meg azt, hogy ki, hogy mit, hogyan oldott meg. Nem az az érdekes, amit az író is előír, mert az ránk is maradt utókorra, hanem ami már nincsen mit utasítás leírva, ami akkor kezdődik, mert a színész alkotói munkája éppen ott kezdődik, ahol az írott betű már abba marad. Hogy azon túl mit tud csinálni, de ezt le kell írni. Erre azt írja Rakocsai, hogy ez ugyanolyan fontos, akármilyen primitív is esetleg dadogó ez a mimográfia, de ugyanolyan fontos az utókor színház szerető vagy színház értő embere számára, mint a történészeknek ma Kézai és Anonymous. Tehát valamit hasznosítani mindenképpen lehet belőle. Érdekes, hogy ő is azt írja, hogy szomorú, hogy tekintve, hogy a kritikusok akkor sem értettek hozzá, természetesen nem is értettek, ezt külön kifejti Rakocsai, hogy azért nem értenek a színészethez, mert minden műfajban általában azt a műfajt űző, vagy már megtanult ember lesz kritikussá. Viszont általában azt mondja, a színészek csak kritikát akkor írnak, ha memoárokat írnak, vagy elhalt emberekről, akkor már könnyű. Én magam is így vagyok vele, hogyha tudnék kritikát írni, esetleg tudok más kortársamról, nem írok, mert nem akarok úgy járni, mint a Gil Blanc-nak a granadai érsekkel történt kalandja, hogy ne higgy el, hogy igazam van, és rossz májúságnak tartsa. Tehát épp ezért a szakmai bizonytalanságot érzékeli ő is, mint mi is mindig a kritikusokban, a tárgyszerű tudás hiányát. Na mostan ezért írja, hogy nagyon furcsa, hogy sokszor, mikor pejoratív értelemben írnak le egy játékot, az az egyetlen hasznunk a múlt századi színjátszásban, akkor tudjuk meg, hogy milyen jó volt az, amit akkor elítéltek. Például, ha megengedit, idézek egy dolgot, hogy Mrs. Siddons, aki hát tudjuk mi a legnagyobb angol színésznők egyike volt, Volumniát játszotta Coriolánban. A tisztes matróna csípőjét ringatva, ütemezve jött Coriolán diadal menete felé, írja hát elítélőleg a korabeli kritikus. Holott éppen ez a nagyszerű benne, hogy mert a nem teremtő, a nem alkotó színész feszes, ünnepélyes modorba jön ebbe. De ez a Mrs. Siddons olyan zseniális volt, hogy tudta, hogy az egyszeri esetlegest kell éppen mindig megtalálni. Azt, ami éppen a maga egyediségében képes talán valami általánosra utalni. Azért ünnepeltem én magamban éppen a napokban Fekete Sándornak egy kritikáját, ahol azt írja, hogy nem kell mondjuk egy történelmi darabban, mit tudom én, modern széket használni, mert vagy megérezzük éppen az akkori egyediből azt, hogy a mai általánosra is utal, ha pedig így direkt céloz, akkor van ez a Goethei mondás, hogy az ember észreveszi a célzatosságot és lehangolódik tőle. Igen. Nem tudom, ennek pontosan szó szerint. Igen, és ezzel az esztétikai tartalmát veszti el. Veszti el, pontosan. Hát nem tudom. Aztán ilyet leír, hogy például Rachel, a nagy Rachel játszott a Sidben. És hát ne arra gudjon, de ezt nem tudom kívülről ezt a két sort. Tessék nyugodtan. Hadd idézzem. Van egy ilyen mondás, ez egy régebbi fordítás. Természetesen menj és győzz a harcban, melynek díja simán, Isten veled, ez önfeled szó szégyenpirjától ég arcom. Na, már mostan itt leírja egy Guckow nevű német kritikus,
hogy nagyon nem tetszik neki Rachel, mert például a Simen szót három részre szakította, zenei reszketéssel a si trillázta, a mert elhangva zengette, és az end, mi tudjuk, hogy ez franciában még külön hangzó, megint trillázta, aztán lehajolt, mintha valamit keresne a földön, halka mondta a szégyenpírt, és ezzel hirtelen a színfalak közé szaladt, mint valami dicsérettől megszégyenült kislánya szoknyáját lába közé kapva. És ezt borzasztó közönségesnek találták az egykorúak, németek, pedáns németek, tehát ez a remek. Ez remek, és nekem mindig gyanús volt, hogy a klasszikusokat nem olyan feszesen, meg görcsbe rángatozva kell játszani, hanem mindig kell valami esetlegesnek lennie, valami életszerűnek, ami emberi, tudja? Annak idején, mikor az amerikai űrhajósok lejöttek a Holdról, és minden olyan borzasztóan sikerült, engem egyetlen egy dolog hatott meg, mikor lejöttek a csónakba, akkor beestek a csónakból a vízbe. Úgyhogy minden sikerült, csak ez még nem, a hullám az erősebb volt, mint az ember. Néha maga jól ismeri a Kocsai Pál műveit. Kik voltak azok a színészek, akiket ő nagyra tartott akkor? Az ő ideálja Egressy Gábor. Egressy Gábor, mert ő maga annyira művelt, kiváló, önmagát állandóan képező, sokoldalú színész volt, és tulajdonképpen, ahogy a leírásokból, hát mondom, két hatalmas kötetet szentel ennek, kitűnik, hogy a realizmusnak a tényleg a legkitűnőbb képviselője lehetett. Az ő színészi eszménye legmesszebb menőkig Egressy, és érdekes módon, hogy a színészi lexikonunk azt írja, hogy a színészi eszménye Lendvai, hát ez egy ugyancsak huncut félreértés, mert erről aztán, aki csak két-három sorát elolvassa, azelőtt világos, hogy egyáltalán nem. Azért az ideál, sőt, mondhatnám azt, hogy Egressy művészetéből és annak a napi megfigyeléséből jut bizonyos megállapításokra. Az ő végtelen szorgalma, sokoldalúsága és hiteles realizmusa az, ami őt megihlette tulajdonképpen, azt hiszem, az elméletének is a lerögzítésére. Tudom, hogy az idő hajszolt még, azt szerettem volna mondani, mint példát a kritikusaink elé, akik közül van olyan, aki idén például Somáson azzal intézte el az évadot, hogy a Budapesti Színházi évad egy merd, hát ami lehet nagyon Somás megállapítás, és éppen mint minden Somás megállapítás, ezért nagyon sántít is, és nem igaz. Na, mindegy, csak ezt akartam mondani, hogy ilyeneket megcsinált, hogy Sziget itt nap mint nap megnézte például az Árpágomban, és akkor megírja, hogy tegnap ezt a részt itt csinálta, ezt úgy, itt megcserélte a szót, itt a hüvelykujját erre tartotta, itt háromszor a bal tenyerébe verdesett. Tudja, ez számunkra borzasztóan fontos, hogy tudjuk, hogy mit csinált, mit alkotott, mit hozott újat egy színész. Azt hiszem, hogy az előbbi példából is ez már elég világos. A jó színész, így a Rakocsai szerepét minden ízében készen viszi a színpadra, nem találgatja a szerepe hangulatát, hanem készen van vele, de ha mégis rögtönöz, na most ez is nagyon fontos, mert sokszor megszólnak minket, ha néha rögtönzünk, úgy nem azért, hogy magán segítsen, hanem szelleme, jókedve sugallata és a pillanat ihlete folytán, ami természetesen nem jön mindig, olykor jön. Színháztörténetünknek van egy másik jeles alakja, akihez Schubert Évát sajátos szálak fűzik. Szuper Károlyra gondolok. Igen, az én dédapám testvére volt Szuper Károly. Vándorszínész és színi direktor. Még egy fényképét is őrzöm magyar ruhában. Alakját Váradi Antal, Molnár György és Móra Ferenc is anekdótákban, elbeszélésekben megőrizték. Na mostan egy-két szólás is őrzi az emlékét. És nagyon érdekes, hogy én ezt hogy tudtam meg. Első éves főiskolás voltam, és második vagy harmadik beszédórán Nagy Adorján tanár úr valami nehéz feladatot adott, és az első megoldása bizony nem sikerült, és mondtam neki, hogy Dóri bácsi, kérem, majd a jövő órára. Mire azt mondta nekem, majd estére szuper úr, ugye? Mondom, hát ismeri, tetszik anyukámat? Mert anyukám szuper lány volt. Azt mondja, hogy? Hát kiderült, hogy ő a szuper direktorra gondolt, akivel kapcsolatban ez a szólásmondás keletkezett, ugyanis akkoriban egyik napról a másikra, sőt délelőttről estéig tanultak be egy három felvonásos darabot, és hogyha délelőtt nem ment még a próbán, a színész azt mondta, majd estére szuper úr. Úgyhogy ebből szólás lett, én ezt nem tudtam, itt tudtam meg. Másik ilyen szólás pedig az, hogy igen udvarias ember lévén, mint feljegyzik róla, mindig gratulált a kollégáinak, minden alkalmat megragadott, és mondta, hogy kitűnő volt, kedves barátom. És erre azt válaszolták udvariasan, hogy és ön is szuper úr. Hát szerencsére a tollat is elég értőn forgatta, és így megmaradt a naplója, amelyből elég érdekes értesüléseket szerezhetünk a kor színművészetéről.
Főleg azért érdekes, mert amit látom, és mondtam, hogy sok ilyen tárgyú könyvem van, úgy szóval mindenki forrásmunkának is használja, mert a Molnár Györgyén, Egressién és Dérinén kívül igazi, ebből a korból, főleg ebből a közbelső korból, úgy szólván senki nem hagyott hátra írásbeli megemlékezést. És hát azért támadás is érte, azért az előbb említettem Fekete Sándort, hogy ünnepeltem, de most megmondom őszintén, egyszer fájdalmat is okozott nekem, mert Petőfiről írt egy könyvet, és abban úgy emlékezik meg róla, hogy szuper, aki olyan szuperiádákat költött. Pedig hát nem hiszem, hogy azért hazug ember lett volna, nem is így élt a család emlékében sem. Jól lehet, ő volt a fekete bárány, ez természetes, mert akkoriban komédiásnak állt valaki egy családból, annak bizony nem tapsoltak, sőt, ki is közösítették. Meg is van nekem egy levele, amit már idősebb korában ír. Meg kellene, hogy idéznem belőle? A dédapámhoz. Akkor már nem megy a szakma sehogy sem, és szegény egy kis állást funyerál, de olyan megható, hát megtalálnám, hol tettem. Még valami némi büszkeség, és az utolsó sorban felcsendül, ha sok már nem is marad belőle. Hát ez hosszú. Keresünk egy részletet belőle. Itt van. Itt egy ír arról, hogy ilyen borzasztó adósságai vannak, és nem engedi ki a városból, amíg meg nem fizeti. Aztán írja, hogy hidd el, oly desperációba hoz ezen 144 forint és a többi aggodalmam, hogy itthon töltött időm csupa kín és gyötrelem volt, s végette szívtágulásom vagy szívdobogásom lett, mely betegségből bajosan fogok többé kigyógyulni. Ebben halnak el most többnyire a színészek. Hát akkor mi lesz nyomorú családomból? Elfogadtam volna egy 25 forintos írnokságot is, de nem akarok testvéreimnek kellemetlenséget szerezni, kik talán szégyenlenék ezt Halason. Mármint, hogy Kiskunhalason, meg kiskunhalasiak voltak a szuperek. Máshol, ha lennék, talán eltűrnék. Azért négy szem közti kérésem az lenne hozzá, hát nem szerezhetne az ipad nekem valami 25 vagy 30 forintos állomást. És akkor írja, hogy szégyen rád, hogy egy nyomorult bátyád van, de a szegénység nem szégyen, és én tudok még dolgozni. Isten veled, csókol szerencsétlen bátyát Károly, kérlek, levelem ne közöld nőddel. Hát ez még mondjuk a felbukkanása valamilyen tartásnak az utolsó, hogy legalább az asszonyok ne tudjanak erről a megaláztatásról. Éva, hadd legyek egy kicsit indiszkrét. Színészi munkájában mennyire befolyásolja magát az ilyen típusú rokonság? Nem befolyásolja? Nem, egyáltalán nem. Nem is, meg kell mondanom, hogy tulajdonképpen a Naplót is később ismertem meg, talán már harmadéves voltam, amikor hozzá tudtam jutni. Nem. És akkor hogy élte meg ezt az élményt, hogy hát van egy ilyen fölmenő ági rokona, aki... Volt nekem jobb, hogy is mondjam, csak még olyan, akire igazán büszke lehetek, és az egész életem igazi eszményéül szolgálhat. Nem a szegény szuperkároly, aki megható, és aki tisztelek azért, hogy ilyen nehéz élete volt. És szeretem is őt természetesen, és biztos, hogy valahol a színészi vénámat is neki köszönhetem. De az igazi nagy büszkeségem és az életem örök eszménye Kölcsei, mert ők anyám Kölcsei lány volt, és a családban valahogy ez a Kölcsei féle etika, a szellem, a hazaszeretet, ez valahogy mindig olyan sarkalatos fontosságú volt, és tudom, hogy furcsa egy színésznőtől általában nem kívánják, hogy ilyesmiről beszéljen. Jobb szeretik, ha olyan magán jellegű dolgokat tereget ki, de én nekem ő akkora nagy emlék és élmény mindig, és úgy tudtam szeretni, hogy ahányszor csak Kölcseit olvastam mindig, hogy mondjam, a rajongástól sírnom kellett, hogy Zrínyi második énekét, vagy akármelyik versét. Nagyon Az kihatott valahogy az egész életemre, szóval az meghatározó volt, az boldogság volt és büszkeség. Ez az egyetlen dolog, amire életemben büszke voltam, hogy hozzátartozhattam, aki olyan szent ember volt, aki mikor meghalt, akkor az országgyűlési tudósítások gyászkeretbe jelentek meg, és Veselényi azt mondta, hogy nem közénk való volt. Senki nem tudott el rosszat mondani, és mindig tényleg a haladásért, a hazáért dolgozott és küzdött, és olyan valahogy olyan szeráfi jelenség volt nekem. Talán az az egyetlen eszvény, aki igazán imponált egész életemben. De erről nem akarok szentimentálisan beszélni. Elhozta Szuper Károly naplóját is, ugye?
Igen. Megtenni azt, hogy egy részletet, amit kiválasztott, felolvasni? Hát, nem is tudom. Melyiket? 1842. november 11-én írja. A napokban érkezett hozzánk egy pápai diák, ki minthogy kunsági, mint én, mert félegyházi, engem keresett föl, hogy mint földije ajánljam az igazgatónak. Ez fekete társulata volt egyébként. Mint mondá, rég vonzalma van a színészethez, sőt, már meg is kísérlet egyszer Csefalvi társulatánál, de ott rögtön abba hagyta. Ez ifjú Petőfi, ki tegnap lépett fel először a színpadra a Párizsi Naplopóban. Ekkor itt a Petőfi első szerepem című költeményét. Na, hát ez lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem, mindesetre szuper így örökítette meg. Aztán nagyon érdekes, hogy mit jelent, hogy milyen a színész lelke. Azt mondja, 1804, még akkor is, hogyha egy olyan nagy ember rémít Petőfi, 1843. július 2-án Pozsony. Petőfi újra itt van, újra a színészethez akar jönni, és újra hozzám folyamodott, hogy ajánljam a direktornak, sógoromnak, időközben ugyanis elvette fekete névhúgát. Antonia, mit meg is tettem, értésére adván, hogy Petőfi, mint költő, nem közönséges tehetség, s a pozsonyi ifjúság bizonyosan fel fogja karolni, ha színpadra lépsz, így megkapta az egyik kortesz szerepét a Tisztújítás című darabban. De egy úrfi szintén vágyott, mint műkedvelő ugyanezt a szerepet eljátszani, és ennek fellépésétől több hasznot remélvén az igazgató elvette szegény Petőfitől a szerepet, s az úrfinak adta. Ez szegény Petőfit olyan desperációba hozta, hogy a Dunába akart ugrani. Na, de... Van egy... Ja, aztán én azt nem is mondtam, hogy színdarabokat is írt, egy csomót. És milyen színvonalúak ezek a darabok? Hát nem tudom, mert nem maradt meg belőle semmi se. Érdekes lenne megtudni. Tömeges népfelkelés az egyiknek a címe például. Ja, itt van egy nagyon édes, azt mondja Szeged, augusztus 9-e. Előadtuk ma Nagy Ignác Állatok gyűlése című paródiáját. 100 forint tiszta jövedelmet hozott. Az a közönség, mely emberi ábrázattal nem nézett meg bennünket, hát felkeresett, mint állatokat. Egy kicsit keserű, de biztos mély igazság van mögötte. Mikor mai műsorunkat készítettük elő, akkor másik témaként a zenéről esett szó. Schubert Éva akkor elmondta, hogy gyermekkorának egyik meghatározó élménye a zene közelsége volt. Azt hiszem, mindenki úgy van vele, hogy a legöntudatlanabbul a zene hatásait fogadja be a művészetek közül. Édesanyám nagyon muzikális volt, és nehéz élet ellenére mindig dúdolgatva, játékosan, bolondozva járt közöttünk, és tulajdonképpen nem is fogtam föl, hogy az ő életét tényleg csak a zene tudta felderíteni, átvilágítani. Milyen zene volt ő? Hát ő zongorázott mindenféléket. Mi volt ez a mindenféle? Hát főleg én arra emlékszem, amikor a zongora alatt kuporogtam, Chopin valcerokat játszott, meg etüdöket, és én ott ültem, fejemen volt egy korona, mert volt egy krumpli, rakott krumpli sütő, ilyen porcelán edényünk, és annak volt egy ilyen rejfja, egy dísz, egy ilyen alpaka korona, azt mindig leszereltem, a fejemre tettem, és akkor én voltam a királylány a zongora alatt. Anyjátanyjuk a zongorázat. Hát természetesen ebből az következett, hogy engem is tanítottak zongorázni, de én nem jutottam el csak a hazatérő vidám földnévesig, mert aztán közben jött a háború, ostrom, és... Hát mondom, összesen 2 kovánt végeztem el, és bizony nem lett belőlem semmi se. Hát akkor meg nem volt rá se pénzünk, sem lehetőségünk, és bár rettenetesen szerettem volna zenét tanulni, de egész egyszerűen nem ismertem szólni a szüleimnek, vagy kérni, mert annyira bántott az, hogy a terhükre lehettek, hogy milyen rémes lehet egy gyerek, milyen gond, meg mennyi baj, és folyton, hogy szerettem volna, hogy is mondjam, csak könnyíteni inkább rajtuk, és az volt az érzésem, hogy ez a minimum, hogy legalább a lehető legjobban tanulok, vagy a legolcsóbban fejlesztem ki magam, és ez a legolcsóbb az volt, hogyha sokat olvastam, vagy tárlatokra jártam. Úgyhogy így aztán az aktív zenéléstől elmaradtam, de nagy öröm számomra és boldog irítséggel nyugtázom, amikor a kislányom kamara zenél a kis barátaival. Az jó érzés, hogy ő meg tudta azt valósítani, ami nekem nem sikerült. Ez jó, hogy ezt tovább tudtam vinni. És ha zenélni nem is tanultam meg, csupán élvezett élettárs maradtam, egy dolgot az első perctől kezdve elsajátítottam, úgyszólán ez vált gondolkodási formámá, a szerkesztés, a szonátaforma. Valahogy tudatosan, meg tudatalatt is úgy építettem fel mindig verset, szerepet, ahogy a zeneművekből ezt megtanultam. Engem a zene kondicionál, ha kétségbe esem, akkor kiegyensúlyoz, ha meg túlcsapongannék, megfékez. Tárlatra meg igen korán kezdtem járni,
5 éves koromban már édesapám mindig vasárnaponként odavitt valamilyen kiállításra, és úgyhogy nagyon hamar megszerettem a képeket, mégpedig a jó képeket. Na jó, ez mit jelent most a hát, nekem volt egy nagybátyám, az gyűjtő volt, és igen, sok képe volt, 8 szak szőnyi, ez nagyon-nagyon sok a szép, 20. századi festészetből, és volt egy nagy-nagy Cézanne album gyűjteménye, úgyhogy a pincében az ostrom alatt én Cézannokat nézegettem, úgyhogy mire följöttem már, egész jó kiismertem magam közöttük. Hogy ma is minden fáradtságomat tulajdonképpen a legjobban az oldja, hogyha ezekkel foglalkozhatom. Annak idején még 6. gimnazista koromban nyertem egy Koszta József kiállítás kapcsán kiírt országos középiskolai kritikai pályázaton, és akkor szerettem volna művészettörténész lenni, végül is más pályára sodrottam, de a kapcsolat persze megmaradt, és tulajdonképpen mindig segítette a pályát. Hát a lényeg mindig közös. Mikor először pillantottam meg Párizsban a Samothrakei Niké szobrát, akkor elbűvölt a sebesség ábrázolása a redők finom hátra tapadása által, és ugyanerre az élményre rímelt rá színészileg, mikor azt olvastam Kántorméről, akit az előbb is említettem, hogy egyszer egy klasszikus darabban rohannia kellett be a színpadra, és a színfalak mögött feltűzte egészen provizorikusan, még gombos tűvel a ruhája szélét, hogy még a rohanás iramát jobban érzékeltesse, és tudva tudta, hogy mire megáll, addigra az a tű ki fog esni, és a redő szépen lágyan visszaesik. Ez finom, és ebbe itt összejátszik a képzőművészet, a ritmus, a színészet. A zeneirodalomnak van-e olyan korszaka, amelyik különösebben kedves, vagy van-e olyan zeneszerző, aki különösebb kedves maga számára? Hát tulajdonképpen a legkedvesebb, igazán Mozart számomra, mint ahogy egyszer mondtam, hogy irodalomban is a legkedvesebb igazán a 18. század, az enyém a felvilágosodáskor, én azt szeretem a legjobban, de azért a 20. századot is nagyon szeretem, és ha lehetne, szeretnék egy ilyen zenét hallgatni. Parancsolj! Ravel, Páván egy infánsnő halálára. Már is teljesítjük. Jó.